Az érkező fronttal a hőmérséklet a napokban szinte a felére csökkent, a hirtelen változás pedig mindenkit érint. Alapvetően a betegeket, a krónikus betegeket elsősorban, a szív- és érrendszeri betegséggel rendelkezőket elsősorban. Fontos azt tudni, hogy ilyenkor a gyógyszereket pontosan kell szedni. Ha valamilyen probléma merül fel, akkor szíveskedjenek, akiknek van ilyen gondjuk, szólni nekünk, és igyekszünk segíteni nekik. A front hatására szédülés, vérnyomás esés, fejfájás jelentkezhet. Nem mindenki érzékeny. A frontérzékenység az lehet kettős, van, aki mind a kettőre érzékeny, van, aki csak a meleg frontra, van, aki csak a hideg frontra. Ugye például ilyen is előfordulhat, hogy lecsökken a hőmérséklet nagyon, és megszaporodnak a felfázással és megfázással jelentkező betegségek. A hirtelen lehűlés a megkérdezettek közül is sokakat megviselt. Engem megvisel, mivel én műtve vagyok. Csipőprotézisem van, és engem a hideg is és a meleg is megvisel. Aztán nagyon kellemetlen. Meleg után nem jó. És hogy vészel így át, vagy hogy érzi így most? Hát úgy, hogy nem aludtam az éjjel. Köszönöm. Ez miatt biztos, meg az eső miatt, úgyhogy viszont az eső nagyon kellett. Mások viszont örülnek a hőmérséklet csökkenésnek. Nehezen bírtam a meleget, és most ez jó nekem. A gyerekek általában az ilyen időszakokat könnyebben átvészelik. A probléma inkább az időseknél és az érbetegeknél, szívbetegeknél jellemző.